Jó estét kívánok, kedves nézők! Megint szerda van, szerda este. Ilyenkor kibeszélő műsorral szoktunk jelentkezni, és így lesz ez ma is. Nagyjából 3 hete ültünk ugyanebben a társaságban, mint ahogy most Horváth Jáncittal, Fodor Csabával és Sauta Marcellel, mind a hárman az éve képviselői. Azóta nem politizáltunk, vagy nem aktuál politizáltunk. Igazából volt egy kicsit nőnap, volt egy kicsit március 15-e, de én azt gondolom, hogy most már ránk fér, főleg úgy, hogy egy költségvetés elfogadásán is túl van most már az önkormányzat, és most már a költségvetés elfogadása utáni mindenféle viharok és vélemények is már megjelentek a Fidesz oldaláról. Úgyhogy én azt szeretném, hogyha ezzel indítanánk, ezzel kezdenénk a beszélgetést, aztán majd beszélgetünk a legutóbbi hétfői közgyűlésről is, hogy ott mi történt. Beszélgetünk majd a kistérségi társaságról, beszélgetünk majd a LED lámpa, lesz itt mindenféle szerintem, amit az utóbbi 3 hétben összegyűlt és amit megspóroltunk. Horváth Jáncint, a pénzügyi bizottság elnöke, tulajdonképpen a módosítások előterjesztője is volt. Mennyiben változott? Tulajdonképpen nagyban a Balogh-féle előterjesztés. Lehet azt mondani, igen, hogy nagyban, meg azt is lehet, hogy kicsiben, tehát egy 10 milliárd forintos tételhez képest mondjuk kicsi a 300 millió, de ahhoz, hogy mondjuk 10-20 millió pakolgatásához képest meg sok. Tehát nyilvánvalóan attól függ, honnan nézzük. Alapvetően nyilván sok mozgásterünk nem volt, hiszen alapvetően működtetni kell a várost, és a legfőbb cél, ahogy annak idején elmondtam, még a költségvetés előtt is, tervezése előtt is, hogy alapvetően sajnos a kormányzati megszorítások, az önkormányzatok folyamatos kivéreztetése oda vezet, hogy alapvetően az önkormányzatok, nem csak Nagykanizsa, a többi is egyébként, a legtöbb önkormányzat fejlesztésekre alig-alig tud költeni, saját forrásból szinte semmit. Az uniós források tudjuk, hogy nem érkeznek meg, mert a kormány nem teljesíti azokat a feltételeket, amik kellenek annak a lehívásához. Így aztán a működés az elsődleges cél, de emellett jó pár olyan dolgot be tudtunk emelni a költségvetésbe, ami szándékaink szerint volt, amit elterveztünk és végig akartunk vinni, és meg tudtuk oldani azt, hogy a cégeinknek az alapvető működését biztosítottuk. Fodor úr? Így van. A koncepcionális probléma volt a két elképzelés között, amit Balogh László készített, meg a között, amit mi módosítottunk. Valóban sokkal többet kellett volna itt alakítanunk a költségvetésen, de nem volt rá lehetőségünk sajnos. De egy biztos volt, hogy mi nem akartuk tönkretenni a várost. Ugye a Balogh László költségvetése az erre volt alkalmas. Erre lett volna alkalmas, hogy azokat a cégeket tulajdonképpen megborítsa, amelyek a jelentős mértékben a város működőképességét biztosítják. És hát legfőképpen ez a megborítási szándék ez a médiaházzal kapcsolatosan merült föl, hiszen itt 50 millió forintot irányzott elő, akkor, amikor a médiaháznak a üzleti tervben 139 millió forint körüli összeg szerepelt, és akkor, amikor az 2017-es, 18-as években 140 millió forintot meghaladó volt ugyanezen cégnek a támogatása. Igaz, hogy akkor ők voltak többségben, és az ő általuk kézzel vezérelt anyagok készültek a tévében az ő szájízüknek megfelelően, ahol mi mondjuk meg se nagyon szólalhattunk hosszú évek alatt, és ez ő nekik megfelelt, mert ez volt a sajtószabadság az ő értelmezésük szerint. És most még azt gondoljuk, hogy az egy helytelen út volt, és azt hiszük, hogy az a helyes út, amikor a város kezében lévő médiumok, akár újság, akár tévé, az a városban történt eseményeket valóságosan megfelelően tükrözze, és tegye közkincsé, hogy mindenki láthassa. Mert sajnos azt kell mondanom, hogy ma a városban elérhető akár írott, akár elektronikus médiumok, legyen az rádió, vagy éppen az Alai Hírlap, az nem feltétlenül ebbe a kategóriába sorolandó. Így hát mi ezt fontosnak tartottuk, hogy a médiaházat helyzetbe hozzuk, de ugyanúgy fontosnak tartottuk, hogy a parkgondozással, az útjárdák karbantartásával és ezekre fontolt összegekkel is külön gondoskodjunk, és arról is, hogy nem hagyunk olyan mozgásteret a polgármesternek, amit ő magának szánt, mert arról mindig elsírja magát, hogy nem kapta meg a 10 millió forintos
polgármesteri keretet, amivel ő szabadon garázdálkodhatott eddig, amikor volt. Ellenben olyan hát nehezen megfogható sorokra, mint marketing, reklám, csak sorolhatnám még, azért közel 50 millió forintot úgy megpróbált elrejteni a költségvetésben. Mi azt mondtuk, hogy azok a tevékenységek fontosak, csak azok a tevékenységek nem biztos, hogy ekkora összegben, de biztosítanunk kell. Azt meg biztosan tudtuk, hogy e fölött ne a polgármester és a kabinettje garázdálkodjon, hanem ezt az OKISB, az Oktatási Bizottság döntse ezeknek a pénzeknek a felhasználását, mert mi, bocsánat, jobban bízunk egy testületben, ahol bent van a fideszesek, bent vannak az EVE frakció képviselői, és van egy jó pár külső szakértőbizottsági tag, ők hátha könnyebben és jobban tudnak dönteni ebben, ezekben a kérdésekben. Sohuta képviselő úr, érdekes volt már maga a szavazásnak a menete is, mert nem mindig lehetett tudni azt, hogy most éppen miért kell szavazni arról, amiről nem is kellett volna szavazni külön, mert egyforma volt a... Tehát nem is változott semmi a módosítás, tehát nem volt módosítás, aztán nem is mindig azt szavazták, amit ők akartak. Tehát volt ott egy néhány érdekes pillanat, mondhatnám érdekes momentum. Köszöntöm a nézőket. A frakciódésen az volt az álláspont, hogy ne szóbeli előterjesztésként menjen be, hanem Horváth Jelcind azt mondta, hogy időben kapják meg a módosítást a Fidesz frakció képviselői, tudják tanulmányozni, és erről készült egy kivonat, és a határozati javaslat is, illetve a rendeleti módosítás is arról szólt, hogy ez így egybe elfogadva képez egy egészet, mert a rendeleti módosításban ott voltak benne a bevételi meg kiadási számok, tehát a melléklet, ami hozzá lehet csatolva, az így egybe kellett volna elfogadni, és ott a szavazásnál a polgármester úr igaz, hogy kért a jegyzőnőtől tanácsot, hogy hogyan szavaztasson, de végül úgy szavaztatta meg, hogy először a rendeleti módosítást szavaztatta meg, amiben már kőbevésett számok voltak, utána pedig a mellékletről egyesével, ami, hogyha bármi nem megy át a szavazáson, akkor borul a rendeleti módosítás is, mert elcsúsznak a számok, tehát utána újra kéne számolni az egészet, tehát már ez is komikus volt. Mellesleg voltak olyan sorok, ahol nem volt változtatás, és, de hát mivel soronként ment a szavazás, ezeket föltette a polgármester úr, mint módosító indítványként szavazásra, de módosítás sehogy se történt volna, ha elfogadjuk, ha nem. Tehát gyakorlatilag egy kicsit ilyen értelmetlen szavazás lett. Aztán mi rövidre, sokan kérdezték az osztálytörzs, hogy rövid lesz a közül, és mondom, hogy igen, hát mondom, minden anyagot beterjesztettünk, csak szavazni kell. Aztán erre lett belőle 3 óra, meg egy órás szavazás, mire végigszavaztuk az egészet. Tehát sok értelme nem volt. A hozzászólások meg megint csak időhúzás volt. Tehát arra nem volt tehát nem volt érdemi vita. Tehát az egész vita, az gyakorlatilag, én nem tartom ezt politikának. Tehát igazából a hangulat gerjesztésére volt alkalmas, mert azért a költségvetésben megnézzük az előző évi tervadatokat, vagy tényszámokat, teljesen mindegy, akkor azért látjuk, hogy a kötelezően ellátandó feladatokra mennyi pénzt adtunk tavaly, annál valószínűleg most többet kell. Ugyanígy a gazdasági társaságoknál is. Most a Kanizsa Médiáháznak ahhoz, hogy üzleti tervet tudjon letenni, ahhoz az 50 millió forint nem elég. Tehát az úgy megtrókodni a költségvetést, hogy egy minimális összeget szerepeltetnek egy soron, azt nekünk akkor is föl kell emelni, hogy ha mi eskünkhöz híven akarunk szavazni, tehát hogy működőképes legyen a város, illetve a városnak a gazdasági társaságai, mi azt csak úgy tudjuk megszavazni, hogyha ha reális költségvetésről van szó. Azokra a sorokra, ami viszont önként vállalt, és most itt nem akarom mondani a cégnek a nevét, de például a mozinak a sorára teljesen fölösleges pénzt raknunk előirányzatot, mert évközben, hogyha úgy alakul, akkor át lehet csoportosítani bármelyik sorról, és akkor tudunk adni esetleg közvetlen támogatást. Ugye? De van egy 2,5 millió. De hát a mozibérlet támogatása arra... Az is a mozi támogatása, de ha nem fogy el, akár át is lehet csoportosítani, hogyha érkezik be ilyen kérem. Tehát ezzel hergelni a lakosságot, hogy mi nem adtunk a mozinak, nem is vagyunk kötelesek a mozinak adni támogatást,
Ez egy önként vállalt feladat, amit minden évben meg szoktunk szavazni. Aztán ugye a lakosság körében mekkora igény van rá, illetve hogy a mozi esetleg milyen kérelemmel fordul a közgyűlés felé, az már a jövő kérdése, de a költségvetésnek az elfogadásához ez nem egy feltétel. Próbálom nem leejteni ezeket a papírokat ezeken. Kinyomtattam azokat az oldalakat, amelyek csak a nagykanizsai Fidesz szervezet oldalaként számon tartott Facebook oldalon megjelent. Majdnem azt mondtam, hogy hülyeségek, de ilyet nem illik nekem mondani, mert el kell magamtól határolódni abban a pillanatban. Szóval nem egészen valós megállapítások, mert itt ilyenek vannak. Mindjárt Fodor úrnak megadom a jelentkezet, hogy fontosabb vajon a kanizsaiaknak az újság, mint a Kanizsa Aréna, inkább a Kanizsa TV, mint egy jó koncert. Lenullázta a mozi támogatását a balliberális Éve frakció. Hát most ezt így, ahogy ők írták, a FOS szerinti valóságnak megfelelő hír, ez is náluk jelent meg. Amikor egy jó hírt közölnek, hogy 286 millió forint érkezik a kormánytól, abba se bírják kihagyni, hogy az évét, illetve a cégeket ne keverjék bele, és itt lehet végigmenni, hogy rengeteg demagóg dolgon, hogy inkább a médiaház, mint az óvodák, meg az iskolák állapotának javítása, vagy az utak, meg a járdák felújítása. Tehát ami döbbenetes, mondhatnám azt, hogy olyan gőzhengerszerűen indult el a dolog, de ha azt nézem, hogy 6 lájkot kapnak, meg 80 megtekintése van egy videónak, akkor végül is az embereket nem biztos, hogy az érdekli. És hazugság. Tehát mondjuk egy hazugság. Ők is azt írják egyébként, hogy hazudnak az évések. Tehát így akkor egy-egy. Nyilvánvalóan ők ezt mondják, mert tény, az a nagyon nagy különbség a kettőnk állításai között, hogy mi, amikor mondunk valamit, azt mindig tényekkel tudjuk alátámasztani. Amit meg ők mondanak, azt meg nem tudják alátámasztani, csak azzal, hogy hazudnak. Mondok egy példát. Itt, hogy mondjam, a mozitámogatás. A mozitámogatás egyik soron elvettük a 2 milliót, de másik soron ott van a mozibérlet támogatás 2,5 millió forinttal. Hát akkor... Vagy 2 millió forinttal, akkor ez ugye akkor megvan, nem? Tehát ebből a szempontból ez az állítás. Mondom, de a legutolsóban még mindig ugye ez van, hogy a... Ez is lesz, hát fogalmuk nincs, hogy miket írnak. Szóval azért nem nagyon döbben, én nem olvasom mondjuk, de nem várom el tőlük, hogy értsék a költségvetést, ha a fennekük a polgármester se érti. Tehát az marha nagy baj, tehát ők sem tudják. És azért jelentkeztem, mert a költségvetési vitában ugye az a szokásos és a gyakorlat, függetlenül attól, ki melyik oldalon ül, mi már ültünk mindenhol, mindegyik oldalon, ha én módosítási javaslatot terjesztek be, akkor veszem a fáradtságot, és azt mondom, hogy ide szeretnék 10 milliót, de ennek a 10 milliónak a forrása meg ott van. Na de ilyenek nem hangzottak el, amire a Marcin is utalt. Tehát így nem lehet költségvetés, ugye abból a szempontból, amit Bizert képviselő állandóan mond, hogy ennyi pénznek a költségvetésben lenni kell. Na de hát ez egy eszement egy felfogás. Hát az olyan dolog, mintha otthon hazamegy a gyerek, aztán mondja az anyjának, hogy kérek szépen pixalámit a hónap végén. És azt mondja, hogy nincs pénzem kisfiam, majd következő hónapban talán lesz, sajnos, hozzá kell tennem. Ugye az apuka meg azt mondja, hogy ennyi pénznek kell lenni mindig a költségvetésben, de hogy honnan, meg miképp, meg egyébként. Tehát egy buta egy felfogás az, amit a Bizert képviselő állandóan hangsúlyoz, és ugye ez áthárult az összes tagra is, aki megpróbált okosságokat mondani a költségvetés kapcsán. Egyébként voltak nagyon jó ötletek, tehát én nem mondom, hogy nem volt, csak pont az ellenlába hiányzott. De mi például beemeltük a harmad kanyar utcák megvalósítását, mi ezt megígértük egy éve, vagy már kettő is talán, hogy megtesszük, megtettük. Ugye nem itt akartuk megtenni, hanem az 588 millió forintba. És most itt az intézményekről, meg az óvodákról sápítoznak. Hát ki adott 7 millió forintot nem önkormányzati óvodának? Nem én, hanem a Balogh László. Akkor, amikor tudta, hogy a Rozgonyi úti óvodának mondjuk a nyilászárait ki kell cserélni, mert nagyon rossz állapotban vannak, a fűtésrekonstrukciót el kell végezni, mert rendkívül rossz állapotban van, és ugye ennek az eredménye lett, hogy a karácsony előtt ki kellett költöztetni nagyon hirtelen a Rozgonyi úti óvodát. Ha a Balogh azt a 7 millió forintot nem odaadja, hanem a saját óvodánknak, mondjuk, tehát azért ez ilyen szempontból valótlanságokat írnak. Arra alkalmas, hogy a saját táborukat egybetartsák, egy-kettő embert jól felhergeljenek vele,
de a valóságtól rendkívül messze vannak ezek a megnyilvánulások, meg hát egyik-másik azért, nem mondom, én nem olvasom, de hallok róla, meg néha-néha Marcel átküld egy-egy megjegyzést, hogy már kértem, hogy ne tegyem, mert hát hiába, ilyen mazoista típus. Én azt gondolom, hogy jó pár darabjuk, amiket én látok, az meg gusztustalan is. Horváth Jánczinthoz fordulok, és én azt gondolom, hogy ezeket a kanizsai ellenzéknek a reakcióit, ezeket szerintem tényleg ne foglalkozunk vele, mert nem biztos, hogy megéri. Ez a költségvetés, ez stabil és biztonságot jelent a városnak? Tehát, hogyha nyilván nem lehet tudni, hogy lesz-e még egyszer egy Sberbankhoz hasonló valamilyen gazdasági olyan környezet, ami váratlanul érkezik, de ha ilyen nem jön, hanem ez a mostani, hát ez sem túl kiszámítható, de valamelyest azért látható mozgásokkal, meghatározott irányokkal zajló világ, hogyha ez így marad, akkor ez egy biztonságos és jó költségvetés lehet? Így ebben a formában már? Hát ha nem a Fidesz-KDNP kormány lenne hatalmon, akkor azt mondanám, hogy igen, de sajnos ők vannak hatalmon, és bármi megtörténhet, láttuk ezt többször már évközben, vettek el adókat tőlünk, változtattak különböző dolgokon, feladatokkal együtt pénzt is vittek el, tehát itt bármi megtörténhet sajnos, és rendeleti kormányzást tesz továbbra is, ahogy látjuk most már a hírekből. Még csak parlament sem kell hozzá nekik, úgyhogy innentől szabadon garázdálkodhatnak, főleg úgy, hogy tavasszal önkormányzati választások vannak ugye jövő évben, így aztán az önkormányzatok végső kivéreztetése és végső agyonütése tulajdonképpen folytatódik az idei évben szerintem, csak azt bizonyítatva, hogy ahol ellenzéki kormány ellenzéki többség van, ott nem tudják kezelni a helyzeteket. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy a mai tudásunk szerint ez egy működőképes költségvetés. Nyilvánvalóan mindenhol kellett egy kicsit húzni rajta, mindenhol kicsit szűkebben kellett venni. Messze-messze nem tudunk olyan távlatokban gondolkodni, mint 2017-2018, amikor két ok, az egyik, ugye, amit már mondtam, a kormányzati folyamatos megszorítások, gépjárműadótól elkezdve folyamatosan viszik el, és más ilyen szolidaritási adó, ami 2019-ben 60 millió forint, most 630 millió forint, tehát 600 millió forintot majdnem emeltek csak a szolidaritási adó. Miért? Tehát indokolatlan teljesen. Milyen jó jönne az a városnak az a 600 millió forint most pluszba a költségvetésbe. Ezen felül még jó néhány tétel van, ugye, és másrészt pedig Kanizsa helyzete az, hogy nagy cégek szűntek meg ugye annak okán, hogy a kormány nem segített sem a Tungsramnak, sem a DKG-nak, szemben mondjuk egy Dunaferre, ugye, amit látunk, hogy hihetetlen erővel próbálnak menteni, ezeket nem próbálták megmenteni, hagyták őket csődbe menni, és a beígért dolgok pedig nem teljesültek az elmúlt időben, tehát tulajdonképpen a városi iparűzési adó saját adóbevétele is jelentősen csökkent, és ezek ellenére is tudtunk egy olyan költségvetést összerakni, ami biztosítja a város működését. Nagyon jól felvezette Horváth Jánczint, amivel folytatni szerettem volna egyébként, itt a munkahelyek megszűnése kapcsán, de parancsoljon képviselő, csak én ne felejtsem el utána. Igen, szerkesztő, ne felejtsem. Meg én sem, amit szeretnék mondani. A Horváth Jánczint utalt rá, és ez is a közgyűlésen hangzott el, és ez egyébként napirenden is van. Tehát azt hiszem Bizer András alpolgármester mondta azt, hogy hát a bevételek növelése az az évének a dolga. Tehát, és akkor jártunk pont, hogy hát akkor adót kell emelnünk, és amikor tavaly mi elkezdtük a térítési díjakat, érkeztetés, stb. A díjait emelni, a parkolási díjat, tehát igazítani, mert sokáig nem lehetett ugye a rendkívüli jogrend miatt. És most is egyébként nagyon aktuális az önkormányzati bérlakásoknak, a bérleti díjának az emelése, mert ott is elmaradt már egyszer egy 15%-os emelés, meg korrekcióra van szükség, tehát ezeket be kell hozni, tehát mindjárt hárítottanak. Amikor meg a közgyűlés elé kerülnek ilyenek, akkor meg nem szavazzák meg, hogy ők terheken nem akarnak emelni, de ez ezzel jár. A másik, amit szerettem volna mondani, az pedig ez a soronkénti szavazás, és ebből is látszik, hogy a mi frakciónk, tehát mi végignéztük a sorokat, és a Nagykanizsai és térsége önkormányzati társulás esetében mi az a
Balogh László polgármester akkor még elnök volt, az előterjesztésében is szerepelt, hogy a 200 forintos tagdíj mekkora összeget tesz, és a Nagykanizsának a lélekszámnak a csökkenésében ez egy jelentősen pár százezer forinttal kisebb összeget tett ki. És mi már a költségvetés módosításnál ezt az összeget javasoltuk, de mivel ez... Ez egy technikai módosítás volt. Igen, tehát fölösleges arra a sorra több pénzt tenni, mint amennyire szükség van. És mivel ez csökkenés jelentett, ők csak annyit néztek, hogy csökkenteni akarjuk az összeget, és már nem szavazták meg. Tehát, hogy gyakorlatilag azt se tudják, hogy az a sor mit akar. Na, de amit én szerettem volna, hogy Jácint mondta, ugye itt a Tungsram, DKG, eltűntek a gyárak, eltűnt fel a bevétel, de volt egy szép, vagy van még, a Lufink még egyben van, mert még ugye nem pukkant ki, még van egy pár napja, hogy a vagongyár. Ezt ugye Sauta képviselő úr többször is föltette a kérdést a polgármesternek, hogy mi újság van ezzel a beruházással. Alkalmanként választ is kapott, hogy terveznek, meg nem tudom, de most az utolsó levélben már egy egész érdekes fordulat történt, ugye, hogy igazából, de mondja el képviselő, hogy mi van abban a levélben. Nem, egyébként nem alkalmanként, tehát alkalmanként a kérdés igen elhangzik a közgyűlésben, de erre kötelesek is választ van, és mindig kapok valamilyen választ. Általában a választra azt lehet mondani, hogy sosem kielégítő, hanem sokkal inkább politikai célzatú válaszokat kapunk. És én ezt annak idején tavaly június 30-án kérdeztem meg, hogy a beruházással kapcsolatban hogyan áll a beruházás, mert gyakorlatilag a városban nem látni semmiféle ezzel kapcsolatos tevékenységet, akkor azt a választ kaptam, hogy a beruházónak a tervei szerint alakul minden, tehát hogy minden rendben van, nincs itt semmi látnivaló, és akkor, és mindjárt most puskáznom kell, január 25-én kérdeztem meg idén ismét, hogy akkor a beruházás hogy áll, hogy volna előrelépés, illetve hogy csúszásra lehet ezt számolni. Most meg azt a választ kaptam, hogy gyakorlatilag magánberuházásról van szó, Nagykanizsa megyegyőváros önkormányzatnak semmi köze hozzá, vagy hát a polgármesternek is. Tehát, hogy gyakorlatilag ez addig volt érdekes az egész vagongyár ügye, amíg a kampány idején bejelentették, és ott az egész Fidesz frakció kiült, és tájékoztatták a közvéleményt, sajtótájékoztatókat tartottak, orba szájba ment a Facebookon, és utána, hogy halad-e a beruházás, vagy valóban vagy csúszás van, vagy meg se valósul, utána ez elhalt. Tehát semmiféle információt se a közgyűlés nem kap, se mi képviselők nem kapunk, sőt azt írták, hogy ha mi kíváncsiak vagyunk rá, akkor érdeklődjünk a beruházónál. Tehát gyakorlatilag, és egyébként ez a fájó, hogy a Balogh László polgármester úr akárhányszor elveszünk egy pozíciót, egy, hát gyakorlatilag pozícióról van szó, de ők ezt pozícióként éri meg, az, hogy milyen feladattal jár egy adott pozíció, hogy mit kéne abban a pozícióban az illetőnek teljesíteni, vagy tennie, vagy tevékenykednie, az már nekik mindig másodrangú. A polgármesternek, egy megyejogúváros polgármesternek rendkívül nagy mozgástere van. Mi, ami pozíciókat elvettünk, az mind munkával jár, és mindenki próbálja ezeket a feladatokat akár társulásba, akár bizottságba ellátni. Tehát mi terhet veszünk le a polgármesternek a válláról, és próbáljuk ezeket tisztességgel ellátni, ezeket a feladatokat. Ami neki lenne a dolga, és persze nincsen benne az MÖTV-be, neki kéne ezt kitalálnia, felfedeznie magát, hogy legalább azokkal a befektetőkkel tartsa a kapcsolatot, beruházókkal, akik érdeklődnek Nagykanizsán, és tájékozódjon, segítse őket, lásson-e minket információval, de úgy látszik, hogyha erre nem, a közgyűlés nem utasítja, akkor ezekre nem hajlandó. De ha utasítjuk sem, mert gyakorlatilag nem tudom, a postával se volt tárgyalás valószínűleg, illetve akárhányszor kértük, hogy... Ugye március 25-én lesz egy éve, hogy bejelentették ezt a beruházást, akkor azt mondták, hogy egy éven belül legördül az első vagon, hát megvárjuk a szombatot. Aztán természetesen, ugye mi, mint nem független újság, meg sajtó, azért megpróbálunk majd mi is a Nimvagnál érdeklődni sajtóként, hogy mit lehet erről tudni, hogyha Magyarországon nem jutunk eredményre, akkor majd a cseh központjukban.
Fodor úr jelentkezett az előbb, valamit szeretne hozzátenni azért. Most már kettő. Tehát mi abban vagyunk érdekeltek, és azért szurkolunk, hogy ez a vagongyár, vagy akármilyen munkahelyteremtő beruházás Nagykanizsán mielőbb megvalósuljon. Tehát mi azt szeretnénk, ebben szeretnénk mocorogni, segíteni. Nem azért tesszük fel a kérdéseket, hogy a polgármester ilyen választ adjon, mint amilyen választ adott egyébként az a Tungsram esetében is, meg a gépgyár esetében is, hogy azért nem foglalkoznak ők vele, mert ez magánberuházás. Na de hát a mozi működtetése, és még sorolhatnék egy-két céget, amelyek foglalkoznak, az is magán, csak az szóval nem nagyon konform ez a fajta kijelentés így. A másik pedig, hogy nem vettünk mi el semmit a polgármestertől, semmit. A polgármester jogait, dolgait az MÜTV, az önkormányzati törvény rendezi, és egyéb más jogszabályok. Azok ott vannak, azokkal tessék élni, és tessék dolgozni. A közgyűlés csak azokat vette vissza, ahol úgy ítéltük meg, hogy a polgármester nem látja el a feladatát, és ez volt igaz a kistérségre is, mert nem látta el a feladatát. A kistérséget megpróbálták egy politikai hangulatkeltésre felhasználni, legyen az a vízmű ügye, például, ahol a kistérség önmagában semmi szerepe nincs, mert a tulajdonosok maguk az önkormányzatok, de a kistérség az ilyen jelent. Tehát ebből a szempontból jelentéktelen. Tehát, de ilyenekre próbálták felhasználni meg, hogy hangulatot keltsen ellenünk, és ennek eredménye volt az, hogy egy-két kistérségben résztvevő önkormányzat polgármestere, a Nagykanizsa városában működő Éve frakciót kritizálta, meg a mi költségvetésünkkel foglalkozik, meg nem foglalkozok én másik faluknak, községeknek a sorsával, de hogyha ők ezt igénylik, akkor nagyon szívesen segítünk nekik ott is, már az ottani lakosoknak, hogy lássák, hogy miről szól a történet. És a borzasztó az, amit azért itt a kistérségben, ami azért történt, az, hogy elmondja a Marce, mert ő volt ott. De csak mondom, hogy hazugság volt az is, hogy eszünk ágában nem volt nekünk elnököt adni kistérségben, nem is akartuk. Éppen azért a Barcel egyébként már egy társulásnak az elnöke, tehát nem is tudtuk volna azt bevállalni, eszünk ágában nem volt. Csak azt szerettük volna, hogy belelássunk, hogy miként működik jogszabály, vagy szabályszerűen ez a társulás, de már volt ilyen belelátási szándékunk mondjuk a Hacsunkba, ahol a pont Balogh László, ugye, hogy nehogy azt higgyék, nehogy mi tudomást szerezzünk itt, hogy mit csinálnak a 460 millió forinttal, ezen inkább megsértődtek és kizárták az önkormányzatot. Tehát, és most úgy valami hasonló, hát ki nem zárnak bennünket onnan, de mi hasonló ilyen hangulatkeltés folyik. Tehát mi nem elvettük, visszavettük azokat a pozíciókat, amelyek maguk a közgyűlést illetik meg, és azt gondoljuk, hogy ezekre a pozíciókra sokkal alkalmasabb embert teszünk, vagy tettünk, aki valóban a város érdekeit képviseli, és nem használja fel olyan politikai célokra, aminek semmi köze. Sem a kistérséghez, mint szervezethez, sem a városhoz. Most azért mondtam, hogy Sauta úr erről már nem fog beszélni, nem. Mert másfél perc van az adásból, de hogy a kistérség egy külön adást valószínűleg a kibeszélőben, majd amikor már a költségvetés elfogadása és minden megtörténik ott, tehát ha jól tudom, valamikor jövő héten mindennek le kell zárulni, akkor ugye? Akkor lehet, hogy többet tud. A szerkesztő úr, én egyelőre annyi információval rendelkezem, hogy a Nagykanizsás úr Zalkomár társulása elnökeként megküldtem az ingyenes ingatlan használatba vétel iránti kérelmet elnökasszonynak. Elnökasszony küldött egy válaszlevelet, hogy a soron következő társulási ülésen napirendre lesz véve, és akkor ezt erről tudunk tárgyalni. És reményeim szerint akkor majd a társulásnak a költségvetéséről is tudunk dönteni, ugyanis az önkormányzat, mert Nagykanizsa megyőves önkormányzata jóváhagyta a 200 forintos tagdíj hozzájárulást, ami eredetileg szerepelt ott a költségvetési javaslatban, tehát gyakorlatilag a pénz rendelkezésre, viszont addig, amíg nincs költségvetés a társulásnak, addig ezt a pénzt nem tudja utalni a város. Tehát ott, ha a likviditási gondok lesznek ez miatt, akkor a felelőssége... Okay. Erre visszatérünk majd akkor, amikor kimondottan a kistérség lesz a téma. Bocsánat, de azt el kéne mondani, hogy mi az az ingyenes használat. Tehát ott van a Bajza utcai épületkomplexum. Az kihasználatlan, nulla. Mi azt szeretnénk, ha ezt az épületkomplexumot az a társulás, ami a Marcel elnök, az a társulás
működésbe vehetné, rendbe hozhatná, és a nagykanizsai időseknek lehetne ott szolgáltatást nyújtani. Ezt szeretnénk. Nem aladni, meg nem tudom csinálni. Ezt szeretnénk. Na most a Balogh László meg ezt akadályozza folyamatosan, és a kistérségben lévő polgármester, egyes polgármester, erre hercel, hogy ez de történjen. De meg nem is elvenni akarunk senkitől semmit, mert gyakorlatilag 75%-ban miénk. Tehát az, hogy a kistérségtől elvenni, tehát magunktól tudjuk elvenni, tehát a maga nem is kistérség, Nagykanizsa és térség önkormányzati társulás, tehát az a társulás is, annak is a gesztora Nagykanizsa, hogy az összes többi, tehát a megyejogú város, és a vagyonnak a legnagyobb része is a várost illeti, illetve mivel nincs hasznosítva jelenleg, tehát amire most hasznosítva van, az kevés, és nagyon sokba kerül a városnak. Tehát ez a 9 millió forintos hozzájárulásunk évente, ez egy ilyen szempontból nem egy megtérülő kiadás, és ha mi tudnánk hasznosítani azt az ingatlant, akkor azok az ingatlanok, amik felszabadulnának és felújításra szorulna, vagy értékesíteni tudná a város, akkor abban lenne bevétel. De a városnak, és közgyűlésen is elhangzott itt az ingatlan eladásnál, hogy nagyobb összeget terveztünk be. Ráadásul olyan ingatlanokról van szó, ami szerintem még belvárosi ingatlan, tehát az így 40-42. Én most itt képviselőből folytom a szót, mert egy dolgot nem szeretnék a levegőbe hagyni, ezt Horváth Jácinthoz fordulva, és tényleg amennyire lehet röviden magyarázzuk el, mert tegnap a közgyűlésen az Aréna üzleti terve kapcsán ott szóba került 90 millió forint, és azt lehetett úgy is értelmezni, hogy plusz 90 milliót kér az. Mi történt ott tulajdonképpen a tegnapi, vagy a hétfői közgyűlésben? Mi volt ez a döntés, ami miatt nagyon, nagyon gyorsan kellett határozni? Igen, nincs szó plusz 90 millió forintról, arra 90 millió forintról van szó, amit a költségvetésben jóvá hagytunk el március 10-én, de az Aréna nem juthat hozzá addig ehhez a pénzhez, amíg az üzleti tervét a város el nem fogadja. Ezért kellett elfogadnunk, hogy a többi cég az 1-12 arányban havonta van finanszírozva, de az Arénának nincs ilyen múltja. Az előző év. Előző év, bocsánat, bázisa alapján így van. Mivel az Arénának nincs ilyen múltja, ezért ő olyan kevés pénzt kap havonta, hogy az abból nem tud működni, ezért el kellett fogadnunk az üzleti tervét ahhoz, hogy ez 90 millió forintnak az arányos részéhez hozzá tudjon jutni. Tulajdonképpen ennyi történt egy üzleti terv feltételes elfogadása, mert vissza kell még ezt is hozni a következő. Jó, tehát semmiképpen sem plusz 90 millió forintot szavazott meg az önkormányzat. Képviselőnek nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, elfogadták a meghívásunkat, úgyis találkozunk még. Ha máskor nem a 31-i közgyűlés, vagy 32-i közgyűlés után. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. A nézőknek a figyelmet köszönöm azzal, hogy pénteken kibeszélő extra lesz, hogyha nem történik valami itt a nagyvilágban, ami esetleg kiüti. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra. Viszontlátásra.